Hello mindenkinek, tehát akkor nézzük most a linzer receptet. Tehát van egy alaprecept, tehát a 200 g zsiradék, mondjuk most jelen esetben margarint használunk, 100 g cukor, 300 g liszt lesz, ezek az alapdolgok, az alaphozzávalók. És akkor majd kell hozzá tejföl, kell hozzá egy tojás, egy kis citromlé, egy vaníliás cukor, és akkor a nátron, tehát ami szódabikarbóna tulajdonképpen. És akkor itt van is egy kis kanál. Tehát első lépésként akkor a cukrot és a zsiradékot picit összekeverem a tojással, egy tojás. Így. Illetve a gép fogja összekeverni, nem én. Egy pillanatra lenyomkodom itt az oldaláról. Elöntöm a további nedves anyagot, ez egy fél citrom leve, és az egész citromnak a héja. És akkor most jön a nátron, a liszt, a nátron, a cukor, ezeket a dolgokat így összekeverem. Vaníliás cukor. Egy pici nátron fogok beletenni. Nagyon keveset. Egy fél teáskanállal. Ezt összekevertem. És akkor egy bizonyos mennyiséget hozzáadok. Felét mondjuk. Jó. Nem áll meg, na mindegy. És akkor a maradék liszt.
tulajdonképpen kész is van. Megnézzük, hogy milyen állagot vesz fel. Nagyon lényeges, hogy nem kell, hogy a kézmelegítő felmeleg, tehát ugye kézmelegít ne vegye át a tészta. Rövid időre bemegy a hűtőbe. Fél órában.